fel az utolsó hírt. Mi? Legesleg utolsó? Legutolsó. Ez egy tiszta bulvárhír, ugye? Szétveled az egész műsor szerkezetét. Nem lehet reagálni. Kivonatja a bababikiniket a kereskedelmi forgalomból Norvégiában a gyermek- és családügyi miniszter. A gyermekek nem nők, a bikini mégis a szexualitással kapcsolja össze őket, fakad ki a sajtónak a miniszter. Na, ugye ez egy abszolút bulvár hír, ez egy hülyeség, hogy Norvégiában kivonatják a baba bikiniket. A Norvégiában aztán lehet 3 napig is bikinit hozzal. És mi úgy tekintünk, ugye Skandináviára, hogy az a béke, nyugalom szigete, ahol Szent Honor 200 éve nem volt háború. Ugye miközben kiderül, hogy Norvégia 100 éve önálló, 100 év visszamenőleg, illetve azelőtt 400-500 évig hol a dánok, hol a svédek uralták Norvégiát, nem volt önálló ország. Hát a Hamletből is... Tessék? Hol a Kiszling, ugye? Igen, de hát tudjuk a Hamletből is, ugye? Jön a Fortinbrász a Hamletre. És az hogy jött? És kiderül, hogy a baba bikini az egy svéd találmány, és most néhány nap múlva lesz Norvégia 100 éve független, hogy megszabadultak a svédektől, és a 9. keresztény dán királynak az unokáját hívták a trónra, és azóta függetlenek. Tehát ebbe is ilyen nemzeti küzdelem van egy baba bikini. Önök egyébként a Minden Tudás Egyetemét hallják. Természetesen rögtön utána néztem a norvég függetlenségi harcoknak. A becsár is. Én nem hittem, hogy meg ilyen sokat fogok aludni, de hát... Nem, 2 évvel... Azt mondja, hogy mi éjszaka fél négykor, Teddy, mit csinálsz? Azt mondja, utána nézek a norvég függetlenségi harcoknak. De közben a baba bikiniket is tírölte. Ez 1903-ban a függetlenség kivívása előtt 2 évvel... Írjad már, Isten áldjon meg legalább. Na, mi volt? Az Ibsennek a fia miniszter. Leba. Az érdekes, nem? Aha, egy ilyen nagy írónak a fia. Közben mondja. Miért lenne ez annyira érdekes? Mert neki érdekes. Őszintén. És az az érdekes nekünk, hogy neki miért érdekes. Értetted? Teljesen le vagyok fagyva attól, hogy a legnagyobb tisztelettel, hogy vannak emberek, akik úgy látszik, hogy így nem szoknak le arról, hogy a világban levő tényeket elhatározzák, hogy amíg élnek, ők egy mátrixát szervezik össze, és mindent összekötnek mindennel. Noha egyébként, ha engem megkérdeznek, akkor minden összefügg mindennel, ami a Földön történik, hiszen a Földön történik, tehát össze lehet kötni egy-egy vonal, hogy abban az évben, amikor Ibsennek a fia miniszter lett, akkor egy egész másik földrészen, egy másik személynek, egy másik gyermeke valamit csinált, ami ugyanakkor történt, ezek mint később. Ezek valamit ettek ott a sarkon, komolyan. És hogy ebből, de bocsánat, nem öncélű, amit én mondok, hisz ismertek. Abszolút értetlen. És akkor ezeket a tényeket boncolgatjuk, és az egész ebből a felszabadulásból indult, és megint pontokat keresünk a történelembe, ekkorákat, ahelyett, hogy megkérdeznénk a folyamatokat, hogy például tök mindegy, hogy hogy hívják azt felszabadulásnak vagy elfogásnak, a jó oldalon álltunk. Az a bármelyik dolog, ami bekövetkezett, az miért következett be? És ez zavar engem most innentől már. Innentől kezdve én úgy gondolom, hogy én nekem most az adás után nem a kocsmába kéne mennem, hanem a Völgy utcába rögtön. És be is feküdni, csak az személyes kurva hangot nem értek. Mi a... Majd elmagyarázom. A jó Isten óvjon meg attól, hogy rákérdez, mert elmondja. Teddy, én adósunk maltál az Ibsennel. Személyes megtámadhatás jogát, most bebizonyítom a hajósnak, hogy nem fogsz egyetérteni saját magaddal. Velem te nem tudsz vitatkozni, mert én olyan primitív vagyok és műveletlen, hogy én rólam leperek, elmondok, de hát hallgatom örömmel. 1903-ból elmondok neked egy történetet. Azt hittem, annyit elérünk, hogy 904-ből indulunk, de mindenki. 903. Pincér! Imre, a Jussinak mondd meg, hogy lehet az asztalon táncolni nyugodtan az új körben. Az a baj, hogy nekem rettetes tériszonyom van. Nem tudok ezzel a problémával mit kezdeni. Földön is elájulok, nem vagyok. Én meséljek neked olyat, nem fogod elhívni. Ettől félünk. Te csak olyat tudsz mesélni. Most kibaszol, egy Jussit is elhiszem. Csak időben mondd el, hogy mennyi időt veszesz a mi életünkből igény. Nivelitek szét, én elmondanám hamarabb. Most az első, hogy második soránál tartunk, jó vagyunk szerintem. Nagyon röviden mondd el. Igen, 903-ban
Anton Pavlovics Ibsen. És már engem érdekel. Érdekes lesz a vége, hogyha hagyod. Az eleje nem. Igen, a vége. Éve nem tanultam meg, hogy rövideket kell mondani, akkor nem szogatnak. De ez nem rövid, ez egy fantasztikus történet. 1903-ban egy Pályi nevű újságíró odalépett egy bukihoz. Ki? Jaj, nem kérdez vissza! Nem kérdez vissza! A Pályi odalépett a bukihoz. Ez olyan, mint a Oki odalépett a bükihez. Estig itt leszünk. Igen. Mi volt? Egy koronát ajánlott, hogy föltesz, mondja meg a buki, hogy mennyit ad, hogyha ez bejön. Koronát? Tudjátok, mi a halmozás? Persze. Nem tudom pontosan. Persze, hogy nem, de hogy az nem. Tudom. Ez egy történetet. Az a halmozás. Az a halmozás, hogyha sokfélét megfogadsz, és csak akkor nyelsz, ha mindegyik bekövetkezik. Tudom. Egy korona ellenében 100 000 koronát ajánlott a buki, ugyanis a következőt fogadta nála a Pályi. Kinyerje az osztrák kancadíjat, az osztrák derbit, az angol kancadíjat, az angol derbit. 1903. júliusában mennyi csapadék esik? Mikor jön Ferenc József Magyarországra, és ki lesz a pápa? Mindent megnyert. Öhögve mondta Buki, hát ezt nem lehet teljesíteni. Bejött az osztrák kancadíj, az osztrák derbi. 30 ló indult, tehát hihetetlen. A Buki már készítette a pisztolyát, hogy főbelője magát, mert bejött a csapadék is, a Ferenc József látogatása, és meghalt 13. Leó, és a... Én azt hittem, csak náthás volt. Úgy indult. És egy... Most már kezd érdekelni. És a Rampola bíboros, az államtitkára volt a magas esélyese a pápai trónusnak, és kérlek szépen, a buki már főbe akarta lőni magát, mert tudta, hogy elvesztette az egészet, mert mindegyik bejött, ez meg biztos pápa jelölt volt, és kérlek szépen a Ferenc József vétójára egy krakói érsek, egy bizonyos Puzina vétót emelt, és ezért nem Puzina. Őt választották meg pápának, hanem Giuseppe Sarto velencei vikáriust, és így menekült meg a bookmaker a 100 000 korona kifizetésétől. És hol az érdekes vég? Várjál, nem kell mindig poént mondani, az hülyeség. Ezt hallgass. Elmondom. Tizedik Pius. Tizedik Pius, azaz Giuseppe Sarto, úgy lett pápa, hogy Rampola bíborost megvétózta Ferenc József. És 1909-ben eltörölt a vétójogot. Nem tudom, de én bemegyek a szaunába. Olyan ez egy kicsit, hogy azért nehéz ezekkel mit kezdeni, mert te látod az összefüggéseket, mert te sokat tudsz, és ismered azokat a pontokat, amikről az előbb beszéltem, mi nem. És ettől egy kicsit olyan, mint egy barátomnak volt egy nagymamája, akinek volt egy barátnője, aki a szomszédból átjár, és az volt neki a szavajárása, hogy nagyon kell vigyázni, édesapucikám, de mindenre. És egyszer ott ült az én Gyuri barátom 11 évesen, és azt mondta neki, most szólj hozzá, tanácslényi, hogy felakasztotta magát, nagyon kell vigyázni, édesapucikám. És halálra rémült, hogy ő 11 évesen mire vigyázzon, nehogy felakassza magát. Szóval, hogy oké, rendben van, de mi következik belőle? A mának. Ezt nem értik ők, mert hát, de én értem.